Livia, Livia se faccia ancora, Livia se faccia ancora, vicine sì. Che quando so che te con amor mio, mai ti non so che Livia, che Livia, szám egy bizonyos Giovanni Felipe Sánchez nevű Bécsben élő, de olasz származású muzsikusé volt, és hát lehetett hallani, hogy végig ugyanaz volt a kisüred alatta, tehát ez abszolút popzene, csak éppen az 1600-as évek közepéről. Nem kell azt gondolni, hogy a popzenét azt a Beatles találta ki, mert ugyanúgy megvolt a barokban is a zenek az a rétege, amit akkor hallgattak, hogyha nem intellektuális élményeket akartak szerezni, hanem egyszer csak szép zenére szórakoztatni, vagy háttér zenének alkalmaztak muzsikusokat, ugye nem lehetett CD-t bekapcsolni, akkor odaállítottak egy pár zenészt, és akkor játszottak.
következő dal egy Frescobaldi darab, egy ária. Frescobaldi, aki a egyház zenébe picit is járatosott, talán tudja, hogy rengeteg gyönyörű orgonadarabot írt, és egy ilyen nagy sztár orgonista volt a Frescobaldi. Általában a római Szent Péternek volt az orgonista, ez nem állítólag, ez biztos, hanem az az állítólag, hogy amikor ő orgonált vasárnap délutánonként, akkor már nem fértek be a templomba, hanem kint hallgatták. Szóval a Szent Péter templom az nem egy kis vidéki kis templomocska vagy kápol, hanem egy írtatlan nagyméretű, és hogyha oda nem fértek be, hanem még kint hallgatták, hát az olyasmi, mint egy Michael Jackson megjelent volna a nagy templomba, biztos az egész tér tele lenne, hogyha ez megtörténhet. Egy hatalmas sztár volt, és nem csak egyház zenei dolgokat írt persze, hanem könnyedebb darabokat is, ilyen például a következő darab, ami egy Lauráról mesél valami frivol történetet. Természetesen. Ezen még több húró, mint a gitáron. Itt is párban vannak a húrók, ebből 8 darab van, itt a legszéle nincs párban. Szóval jó megkavárták akkoriban, de így ér kell, hogy ennek van célja, hogy miért van ezen ennyi húr, hogy ilyen szép zengő hangja legyen. Annak idején lant volt az egyik legnemesebb hangszer. 1500-as évek tájékán, amit szokták mondani, hogy a hangszer királynője is volt. A király ez mindig az orgona volt. De a hangszer királynője az a lant volt, mert több szólamúzényt is lehetett rajta játszani, de ilyen egyszerűbb akkord kísérletet is. Amit most játszunk, ez egy magyar szerzemény, mégpedig Balassi Bálint egyik versére, Széjjel tüntökleni címűre egy dallam. Nem biztos, hogy ezzel a dallammal játszották annak idején, ugye Balassi is odaírta, hogy erre meg arra a dallamra énekeljétek a versémet. A dallam valószínűleg török eredet, úgyhogy érdekes, hogy Balassi ilyen hivatásos katona volt, de mégis egy török dallamra is illik a szöveget, ilyen interkulturális tolerancia, vagy hogy hívják ezt.